Az induló program célja, hogy valamennyi óvodában, illetve óvoda feladatellátási helyen olyan sportszereket biztosítson, amelyek segítségével emelkedik a sportoló gyerekek létszáma, és amelyek használatával kialakul igényük a rendszeres testmozgásra. A magyar kormány a 2019-es költségvetésben 1 milliárd forintot biztosított a program elindítására. Pénteken Tiszavasváriban a Micimackó óvodában és Nyíregyházán a Tündérkert keleti óvodában Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól vehették át a gyerekek a sportszercsomagokat. Egy kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy a mozgásgazdag életmódot közelebb vigyük már a gyermekek életébe, hiszen hogyha a gyermekek sportosak, akkor a felnőttek is azok lesznek, a szülők, a családtagok. És ez nagyon fontos, hogy ebben a rohanó világunkban el tudjuk azt érni, hogy valamilyen figyelmet felhívunk arra, hogy miért is fontos a mozgásgazdag életmód. Egyetlen egy eszköz van a kezünkben ugyanis, hogy megtarthassuk az egészségünket, ez pedig nem más, mint a sport. És hogyha ezt ténylegesen a gyermekek, akik úgy születnek, hogy mozgásgazdag készségeik vannak, ezt tudjuk mi fejleszteni és továbbvinni évekkel, akkor biztos, hogy úgy is fognak felnőni már az általános iskolában, hogy ez bizony miért fontos, miért is fontos. Ugye az óvoda a pedagógusok kezében ott van ez az érték, amely a mozgásgazdag életmódot, az egészséget képviseli. Az eszközök valamennyi óvodai korosztály számára megfelelőek, fiúk és lányok egyaránt tudják használni azokat. A volt válogatott labdarúgó Vince István szerint a labda a legnépszerűbb a gyerekek körében. Nagyon jó első érzés volt, hogy láttam a kisgyerekeket, mennyire örültek tényleg ezeknek a szereknek, ami segíti őket, a mozgás koordinációjukat. A labdának szerintem mindenki örül, tehát minden gyereknek az az első, hogy a labda. Én legalábbis így gondolom, ha magamból is indulok ki, akkor a labda volt a főszerep. De tényleg itt most az a legfontosabb, hogy a mozgásnak a megszerettetése, és az csak labdával lehet. Az Ovis Labda program több mint 4000 óvodát és óvodai ellátási helyet érint, és mintegy 300 ezer gyereknek teremt lehetőséget a testmozgásra. A program 2020-ban is folytatódik, majd a tervek szerint 2021-ben kiterjesztésre kerül a határon túli óvodákra is.